Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Lipták Péter vagyok, mutatom mai kínálatunkat. A forradalomra emlékeztek a Völgységi Városban. Németh Lídia az idei Perccel díjas. 175 új nyílászárót kapott a Bonyhádi Szent Erzsébet szociális otthon. Elkészült a Bonyhádi menekült szálló. Az oszmán birodalom hatásáról tartottak előadást. A szokásoknak megfelelően nagyszabású ünnepség keretében emlékeztek meg az 1848-as forradalom eseményeiről szerte az országban, így Bonyhádon is. A program keretében adták át a Perccel díjat, valamint a Bonyhád Talentuma kitüntető címeket, melyet idén 5 ifjú tehetség érdemelt ki. Bonyhádi Népdalkör énekesei és a Völgység Néptánc Együttes táncosai biztosították az ünnep hangulatát produkcióikkal a Covid után újra közösen ünnepelt forradalom és szabadságharc évfordulóján. Bonyhádon a Perccelek városában 1848 kapcsán szinte kötelezően szó esik a honvéd tábornokról és családjáról, akik sokat tettek a magyar szabadság kivívásáért. Róluk emlékezett meg a napszónoka, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye kettes számú választókerületének országgyűlési képviselője. Ha magyarságról beszélünk, ha magyar nemzeti eszmékről beszélünk, akkor számunkra ebben a küzdelemben a Perccelek játszották mindenkor a vezetést. Így volt ez 1848-at megelőzően is, 1848-ban, és az azt követő évszázadban egyaránt. Számunkra 48. március 15-e jelenti Perccel Mórt, jelenti Perccel Miklós, és nyilván jelenti azokat az embereket, akik a Perccelek mögött álltak. Perccelnek köszönhető a második, az első igazi győztes csatánk, az Ozarai csata, és az azt követő másfél évben is mindent megtettek Magyarország függetlenségének megteremtéséért. Legyünk hálásak mi utódok Perccel Mórnak, Perccel Miklósnak és a Percceleknek egyaránt. Potápi Árpád János arról is szólt, a magyarság minden nehézsége ellenére itt van a Kárpát-medencében, megmaradt és töretlen hittel építi a jelent. Mindenütt, amikor nemzeti ünnepeinkre kerül sor, március 15-ére, augusztus 20-ára vagy október 23-ára megállunk, és emlékezünk, ünnepelünk, ünnepeljük azt, hogy minden nehézség és kudarc és szorgalmas munka mellett a magyarság az elmúlt évszázadokban, az elmúlt 1100 évben itt van a Kárpát-medencében, megmaradt, és töretlen hittel építi a jelent és várja a jövőt. A magyarság története 1526 óta folyamatosan a szabadság megtartásáért folytatott küzdelemben telt, emelte ki Potápi Árpád János. Miért is szállt síkra Bocskai, Betlen, Rákóczi, a 48-as hősök, vagy 56, az 56-os forradalmárok? Mind-mind a magyar nemzeti függetlenség megteremtéséért, a hit megtartásáért és a béke eléréséért. Számunkra ma élő magyaroknak sincsen más feladatunk, mint hogy megtegyünk mindent annak érdekében, hogy hazánk szabadon éljen és béke legyen az országunkban. Mi volt a 48-as forradalmároknak is az egyik legfontosabb követelése? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Thank you.
Bonyhádon minden esztendőben a nemzet kiemelkedő ünnepeihez kötődően adják át a város elismerő címeit azoknak, akik sokat tettek vagy tesznek az itt élők boldogulásáért, jobb közérzetéért vagy oktatásáért. Így volt ez most is. A forradalom évfordulóján adták át a város egyik jelentős kitüntetését, a Perccel díjat. Több évtizedes közigazgatásban, valamint népegészségügyi és orvos szakmai területen végzett munkája elismeréseként Bonyhád város önkormányzatának képviselőtestülete Perccel díjat adományoz dr. Németh Lídiának. Az ünnepség részeként adják át minden esztendőben a város talentuma elismerő címeket is, melyet ebben az évben 5 a tanulmányokban és a sportterületén kimagasló eredményt elért fiatalnak ítéltek oda. Kerekes Kata, Stein Félix Gabriel, Szekeres Panna, Farkas Péter Attila és Városi Roland részesült a kitüntetésben. A következő percekben ismerjék meg Bonyhád új Perccel díjasát, Németh Lídia doktornőt, aki belgyógyászként és az ANTS egykori igazgatójaként szolgálta a Bonyhád és környékén élőket, védve egészségüket. Én nem kora gyermekkorom óta akartam orvos lenni, mint nagyon sokan a kollégáim közül. Nem is láttam kórházat belülről egészen addig, amíg másodéves koromban ápolásgyakorlatra nem kerültem a szekszárdi kórházba. Hál' Istennek senki nem került a családunkból oda, akit látogatni kellett volna. Viszont nagyon érdekelt a biológia középiskolában, és harmadéves gimnazistaként úgy éreztem, hogy ez nekem való lesz. És ahogy elkezdtem az egyetemet, már el se tudtam volna képzelni, hogy én akármi más tanuljak. Nagyon szerettem, nagyon megszerettem. Úgy kerültem Bonyhádra, hogy 6. évem már eldőlt, hogy belgyógyászat az, ami a hozzám legközelebb áll. Minden szakterületről természetesen tanultunk, és ez ragadott meg. Mivel Tolna megyei voltam, nem gondoltam, hogy én Pécset maradjak, vagy akár messzebb keressek munkahelyet. A Bonyhádi kórházban volt üres belgyógyászati állás, és így kerültem ide 43 évvel ezelőtt. 14 évig gyógyító orvoslásban dolgoztam belgyógyászként, először az osztályon, aztán a rendelőintézetben csoportvezető főorvosként. Nagyon sok emberen tudtunk segíteni, és úgy gondolom, hogy akin nem is tudtunk igazán segíteni, de a szenvedés enyhítés az mindenek előtt való volt a gyakorló orvoslásom során. Nagyon jó kollektívába kerültem a belgyógyászati osztályon. Amikor megürült a Bonyhád városi ANTS-ben a tiszti főorvosi állás, akkor megkeresett az akkori megyei tiszti főorvos, hogy vállaljam ezt el. Kicsi gyerekek voltak, megbeszéltük itthon, nehéz döntés volt, de utólag is azt mondom, hogy nem volt egy rossz döntés. Nagyon szép hivatás, a betegemberek segítése, gyógyítása, fájdalmainak az enyhítése, de a közösségért, a közösség egészségéért dolgozni legalább annyira fontos. Nagyon elégedett voltam ezzel a hivatásommal. Ahogy mondani szokás, már 2,5 éve a jól megérdemelt nyugdíjas éveimet töltöm, de továbbra sincs időm több a kedvteléseimre, mint eddig volt, mert már 3 unokának örülhetünk. 2 Bonyhádon élnek közülük, és hát szinte naponta látni az ő fejlődésüket, ez semmihez nem fogható boldogságot jelent számunkra. Az ember nem díjakért dolgozik, tehát én erre egyáltalán nem számítottam, és amikor polgármester asszony felhívott, hogy nekem ítélte a képviselőtestület, szinte elállt a lélegzetem. Olyan
emberek táborába tartozni, akik korábban ezt a díjat megkapták, és akikre én mindig tisztelettel néztem, tekintettem. Hát mindenkit szinte ismertem, vannak, akiket közelebbről és személyesen is. Hát ez nagyon nagy öröm nekem, és büszke is vagyok rá. Mindig azt mondják, hogy hát én ezt, hogy valaki egy díjat, hát ezt nem érdemeltem meg, de azt is mondják, hogy ezt így nem szabad mondani, mert nyilván azért kapja az ember, mert megérdemli. A korábbi elismeréseim is örömet okoztak. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem számítottak. Ugye állami elismerést is kaptam pár évvel ezelőtt, és hát az is nagyon jó volt, de az, hogy helyben, ahol élek, ahol személyesen ismernek sokan, ez a Perccel díj, ez nagyon nagy megtiszteltetés számomra. A Bonyhádi Szent Erzsébet szociális otthon apránként teljes egészében megújul majd. Idén a C-épület 175 régi nyílászáróját cserélték ki új, korszerű hőszigetelt ablakokra. A 2022. évi tervek közt szerepel még az épület teljes hőszigetelésének megvalósítása, amelyet a jelen beruházásban műszakilag is előkészítettek. A beruházásoknak köszönhetően az intézmény jelentős költséget tud megtakarítani az energiafelhasználást illetően. Megújult Bonyhádon az Árpádházi Szent Erzsébet szociális otthonának C-épülete a legutóbbi beruházásnak köszönhetően. Az intézményben 2005-ben már volt egy nagyobb felújítás és bővítés, amely jelentős változást eredményezett az ellátottak élet és a dolgozók munkakörülményei szempontjából. Az akkori 1,1 milliárd forintból lehetőség nyílt a régi épületek restaurálására, illetve az újkor igényeinek megfelelő épület megépítésére. A mostani felújítás során viszont a C-épületben a korszerűtlen, nem megfelelő állapotú nyílászárokat, amelyek nem töltötték be a légzárás és vízzárási funkciót, cserélték új, hőszigetelt műanyagablakokra. Az Árpádházi Szent Erzsébet otthonban vagyunk, szociális otthonban vagyunk. 1951-ben hozták létre ezt az intézményt, tehát a tavalyi évben ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját. Az utolsó nagy felújítás, illetve bővítés 2005-ben történt meg, és gyakorlatilag a tavaly elkezdődött felújítás volt azóta a legjelentősebb, összesen 61 millió forintból 175 nyílászárónak a cseréjét valósították meg itt a C-épületben. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ezzel az EMMI egy felújítás sorozatot kezdett el. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt is hozzátette, ahhoz, hogy az intézmény komfortosabb és fenntarthatóbb legyen, szükségszerű az energetikai korszerűsítés. Szigetelni kell az épületeket, energiahatékonyságra kell törekedni. Egyébként a kazánnak a cseréje megtörtént már a tavalyi évben, úgyhogy reméljük azt, hogy nem csak a C-épület, hanem többi épület is felújul. A nyílászárok cseréjével egyidejűleg új belső párkányokat is beépítettek, valamint az ellátottak életminőségének további javítása érdekében szúnyoghálókat is beszereltek. A beruházáshoz szükséges 61 millió forintot az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosította a pénzügyminisztérium jóváhagyásával hazai költségvetési forrás terhére. A beruházás eredményeként az épület energetikai feltételei és a komfortossága is nagy mértékben javult, a fejlesztések várhatóan nagy mennyiségű megtakarítást eredményeznek az energiafelhasználást illetően. Bonyhád város önkormányzata, a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal és a Bonyhádi Járási Hivatal vezetésével, a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság koordinálásával széleskörű összefogás valósult meg az Oroszország és Ukrajna közötti háborús konfliktus miatt menekülni kényszerülők befogadására. Eddig üresen álló szükséglakásokat újított fel a hivatal és tett alkalmassá arra, hogy 10 főnek nyújtson átmeneti otthont. Ez a kétszobás lakács néhány nappal ezelőtt még gazdátlanul üresen állt. A katasztrófavédelem országos parancsnoksága keresett meg minden önkormányzatot, kérve, amennyiben lehetősége van, alakítson ki olyan átmeneti szállásokat, melyek alkalmasak lehetnek az Ukrajnából menekülők befogadására. Bonyhád városban összefogás kezdődött a kérés teljesítésére, melynek eredményeként elkészült ez a 10 fő befogadására alkalmas szálláshely.
Ezt a lakást tudtuk felajánlani, és nagyon büszke vagyok arra, és nagyon nagy örömmel mutatom meg, és nézzetek körül, hogy mi változott itt 3 nap alatt, mert valóban tényleg csak az üres falak voltak az ingatlanban, és az összes ágy, ágynemű, paplan, a konyhai felszerelések, a bútorzat, minden, amit itt találtok, mint a tárgyak, mint pedig az eszközök, minden, ami a lakásban van, az részben adományból, részben pedig az önkormányzatnak a vásárlásával valósult meg, és nagyon sok felajánlással. Nagyon jó érzés az is, hogy a bonyhádi vállalkozók tényleg az első hívószóra azonnal rendelkezésre álltak, akárha csak egy apró függönyről beszélünk, vagy egy konyhai, egy fürdőszobai kis bútorról, vagy néhány polcról, mindenki azt tette, ami ezért, és ami a szakmája, és örömmel segítettek, de kaptunk felajánlásként tévét is, amit ahogy látjátok a hátam mögött, sőt, nagyon sok olyan eszközt, amit majd a konyhában vagy a fürdőszobában tudnak majd használni akiket ide elhelyeznek. A Covid helyzetben az önkormányzat megnyitott egy számlaszámot, melyen a segíteni akadók pénzbeli adományait fogadták. Ez a szám most is életben van, tehát azok, akik ilyen módon kívánnak segíteni, ezen keresztül megtehetik. Az önkormányzatok eddig is koordinálták azt a tevékenységet, amellyel összegyűjtötték az adományokat, juttatták el a határa, vagy akár Kárpátaljára. Bonyhádon is hasonlóképpen működött a segítségnyújtás, viszont most a Covid ideje alatt létrehozott számlaszámot újra aktiválták, ez a Bonyhád összetart számlaszám. Ide lehet eljutatni a pénzbeli adományokat, amelyre szeretnék minden bonyhádit felkérni, hogy ezzel is segítsük azt a 10 embert, akik majd ide fognak kerülni ebbe a 2 lakásba. Én magam is így teszek, úgyhogy remélem, hogy minél többen tudjuk támogatni az ide érkező menekülteket, annak érdekében, hogy az önkormányzat méltóképpen tudja őket elhelyezni. Úgy tudom, hogy nagyon sokan már így is gyűjtöttek adományokat, sőt eljutották a határa. Az az információ van hivatalosan is felénk, az önkormányzat felé számomra is, hogy talán a határállomásokon felgyűlemlett adomány ott egy darabig elegendő, és miután mi is befogadunk Ukrajnából menekülteket, ezért célszerűnek látszott, hogy az ő ellátásukra itt hosszabb időre berendezkedve kezdjük meg ezt a fajta gyűjtést, és már érkeztek befizetések erre az adományszámlára. És azt gondolom, hogy nagyon sokan fognak még a jövőben is segíteni, hiszen nem tudhatjuk, hogy néhány hétről vagy akár hónapról van szó, és az is lehet, hogy lesz közöttük olyan, aki ideérkezik, aki úgy dönt, hogy soha többé nem megy el, és nem megy vissza az eredeti hazájába, és itt keres új életet, új munkát. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, olyan összefogás tapasztalható országszerte, mely példaértékű, hiszen mellőz mindenféle politikai hovatartozásból eredő ellenállást. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egy olyan nemzeti összefogásnak lehetünk a tanúi, amelyre évtizedek óta nem volt példa, és ez jó érzés. Jó érzés látni azt, hogy különbözőek vagyunk mi magyarok, különböző véleményünk van egyes dolgokról. Lehet, hogy sokszor a politikai szembenállás is jellemez bennünket, ennek ellenére a bajban összefogunk, és most ilyenről van szó, egy nagy nemzeti összefogásnak lehetünk a tanúi. A most kialakított szálláshelyeket várhatóan a jövő hét elején már elfoglalhatják új lakóik. Milyen hatással volt a török hódoltság 150 éve Baranya és Tolna megyére? Többek között erről esett szó azon a fórumon, amit Varga Szabolcs, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat főmunkatársa tartott a Völgységi Múzeumban. Az előadó úgy nyilatkozott, Magyarország akár meg is szűnhetett volna. Az ország közepéből határövezet, avagy mit okozott az oszmán hódítása a Dél-Kelet-Dunántúlon. Erről hallgathattak meg előadást az érdeklődők március 16-án Bonyhádon. A Mohács 500 című időszakos kiállítás keretein belül tartott Varga Szabolcs, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat főmunkatársa, tudománynépszerűsítő előadást a Völgységi Múzeumban. Azt is el lehet kell látnunk, hogy hogyan jutottunk ki belőle, minek köszönhető. Bocsánat, ez az ország eltűnhetett volna. Ennek az országnak a középső része örökre eltűnhetett volna a magyar királyságban. Az előadás témája, hogy hogyan is alakult Baranya és Tolna megye sorsa a török időszakban, 1526-tól a második mohácsi csatáig. Halljuk, mit mondott erről a szakértő. Borzasztó, ezt lehet mondani.
Elég csak körülnéznünk a világban, hogy pár hét háború mit képes okozni. 150 évről beszélünk, amiben tényleg ritka volt az olyan nap, amikor nem kellett attól tartani, hogy valakinek futnia kell, mert valahonnan katona fog érkezni erre a vidékre. Sok esetben azt se tudjuk, hogy mi volt az egész, amihez képest látjuk a pusztulás mértékét. Elég csak arra gondolni, hogy néhány évvel ezelőtt itt Bonyhádon találtak egy gyönyörű gótikus kápolnát, amiről semmilyen levéltári forrás nem tudósított bennünket. Ha nincsen a régészeti munka, akkor ma nem tudnánk róla. És még hány ilyet rejthet valójában a Föld, amik hozzátartoztak ehhez a késő középkori dél-dunántúli világhoz, ennek a mindennapjaihoz. Ez egy gazdag vidék volt, egy nagyon gazdag, amit ma fel se tudunk fogni, hiszen ma a Baranya úgy tekintünk arra, mint egy országhatár, mint ahonnan már csak a Dráva van a közelünkben. Na most ez az, amit elvett tőlünk a törökkor, ezt lehet mondani. Ide ragasztotta az országhatárt a déli határainkhoz, és kipusztított bennünket, amit egy 18-19. Századi prosperitás, svábok betelepülése, zsidóság megjelenése sem tudott teljesen jóvá tenni, orvosolni. Az egyik legelmaradottabb vidéke lett Magyarországnak ez a régió. Ha a 16. század akár reformáció történeti eseményeire gondolunk, hogy hol születik meg Magyarországon a reformáció, az egyik bölcsője az Itring, Tolnában és Baranyában. Egy nagyon erős iskolahálózat volt, ahonnan előszeretettel mentek külföldre a diákok, de jöttek utána vissza, még a török időszak első évtizedeiben is. Ez már a, hogy is mondjam, szinte teljesen eltűnt. Ami a 18. század elején a törökök kiűzésével nem született újjá, az a Dráván túli hátország. Azért volt gazdag Baranya, azért volt gazdag Tolna, mert a Dráva és Száva közötti mai horvátországi területek is ide tartoztak gazdaságilag, kulturálisan. Ez a 18. században még bőven katonai határőrvidék volt, utána pedig a nyelvi, etnikai határok, a magyar és a horvát nemzeteszme, ami egymással szemben épült föl a 19. században, megakadályozta, hogy ez egy térként működjön. De ma azt gondolom, hogy ahogy az autópálya épül a határ felé, az ahogy a schengeni határokat jó eséllyel le lehet bontani. Szükség lenne még egyébként nagyon sok magyar-horvát kulturális és gazdasági projektre a következő években. Ha sikerülne újjászálazni ezeket a kapcsolatokat, akkor igen, akkor lehetne újra visszahozni azt az aranykort. A mohácsi régészeti feltárás nagyon sokat segített a történészeknek és a kutatóknak abban, hogy még jobban megismerjék a történelem ezen szakaszát. Nem is gondoljuk, hogy ez mennyire különleges. Ma már olyan, mindenre rámondjuk, hogy egyszeri, megismételhetetlen, elhasználtuk ezeket a jelzőket, de nincs még egy olyan tömegsír Európában, ebből a korból, amelyik napra pontosan ennyi férfi embernek a testét rejti, és ha csak ezeket sikerül a mai legmodernebb eszközökkel megvizsgálni, azaz választ találni arra, hogy ezek az emberek hogyan étkeztek, milyen betegségektől szenvedtek, milyen jellemzőik voltak, fizikai jellemzőik voltak ezeknek az embereknek. Ez egy közép-európai férfi társadalom mintáját adhatja ki számunkra, és ebből olyan dolgokat vagyunk képesek megtudni, ami 1976-ban a tömegsírok feltárásának első nagy időszakában még esély sem volt rá, tudomány nem tartott ott, és az is biztos, nagyon bölcsen úgy döntött a Duna-Dráva Nemzeti Park, hogy nem fogják az összes tömegsírt feltárni 2026-ig, hiszen abban bízhatunk, hogy 50 év múlva nem a mi generációnk, de egy következő tudós generáció még többet fog tudni ezekből a csontokból, maradványokból megtudni. Már most lehet érzékelni, hogy a kutatási eszközökben is látványos fejlődés van. Ami orvostudomány, ami informatika, abban el se tudjuk képzelni. Tehát az, amikor már egyik földrészről a másikra műtenek, akár agyműtétet tud végrehajtani úgy Stockholmból egy orvos, egy távol-keleti betegen, hogy fizikailag nincs ott, akkor itt a távlatok beláthatatlanok előttünk, nem csak 50 év, de 10 év távlatában is. Igen, ebben bízhatunk. A történettudomány ebből a szempontból konzervatívabb, de az a fajta digitalizáció,
kommunikációs munka, ami pillanatnyilag az európai levéltárakban zajlik, és olyan szövegfelismerő algoritmusok vannak, ha úgy tetszik, mesterséges intelligencia, amely már a mai nap is nagyon jó hatásfokkal tudja elolvasni ezeket a korabeli latin, német, spanyol vagy magyar nyelven írt szövegeket, és jó eséllyel 10-15 év múlva nem lesz rosszabb százalékos aránya, mint ha ma egy képzett kutató teszi mindezt. Nem lehet szerintem a kutatókat pótolni, legalábbis most ezt gondoljuk, de nagyban meg fogja könnyíteni a munkát. Lesz új eredmény, ez biztos. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!